Meglepte a Hévízhez közeli karmacsiakat a TEK akciója. A kis zalai faluba ugyanis óriási erőkkel vonultak fel a rendőrök és a TEK munkatársai. A falu egyik házát kutatták át, ahol alkalmanként a körúti robbantó lakott, ha hazalátogatott Budapestről. Sok mindent sem róla, sem a családról nem sikerült megtudnunk, mert ahogy a helyiek mondták, zárkózottan mindenkitől távol éltek. Ezen a YouTube-ra feltöltött videó látszik, hogy mekkora erőkkel vonultak a rendőrök és a tekesek a Karmacsi utcákon. Mindenkit meglepett a látvány, mert nem tudták, hogy mire ez a nagy felhajtás a csendes településen. Kint voltunk az udvaron, és az utcánkba jött a sok kocsi. És a férjem mondta, hogy ha mi történhetett, hogy rendőrségi kocsik jönnek. Ehhez a házhoz jöttek a rendőrök, komandósok. Házkutatás történt egy Karmacsi ingatlannál, elfogás nem történt. Az ingatlant átvizsgálták tűzszerészek, miután biztonságosnak nyilvánították, utána megtörtént a házkutatás. A házban élő családról, valamint a robbantással gyanúsított férfiról is csak nagyon keveset tudtak mondani a helyiek. Annak ellenére sem ismerték, hogy a férfi apját 2010-ben polgármesternek választották, de ez tiszavirág életű volt, mert alig több mint fél év után feloszlatta magát a testület. A fiáról még kevesebbet tudnak az ott élők. Találkoztam már többször is, olyan csendes, szolid, a lehajtott fejvel, olyan érdekes gondolkodás lehetett szerintem már, mint ha nem nézem az embereknek a szemébe. Miközben a házban tartott a házkutatás, a keszthelyi kikötő közelében egy sétányon az elfogott férfi autóját is átkutatták. Közben a férfi egy mikrobuszban várta, hogy mi történik. Este 8 óra után indult el vele a konvoj Budapestre. Nehéz elhinni, hogy ez valóban így történt, és hogy valóban ez a fiatal ember az elkövető. Annak ellenére, mint mondtam, hogy nem nagyon ismerjük a családot, és nincs igazán napi kapcsolata senkinek velük. A faluban volt, aki arról mesélt, hogy amikor 7-8 éve a család a faluba költözött, akkor hirtelen megszaporodtak a tüzek a környéken. A férfit sokáig nem látták, de az utóbbi egy hónapban szerintük gyakran bukkant fel a településen a piros autójával.